Svájcban élő magyar, de Firenzében tanít ott olaszoknak magyar nyelvet gyakorta. És írt egy versikét, egy klapanci az egész, de egy csoda jó, hogy ódalog, oson, lopakodik, stb. Hogy mondjam én ezt olaszul? Akkor ja, mit tudom, átcsörtelt, átohalt, baktat, stb. Hogy mondjam én ezt német? Lényeg az, hogy ebben azt hiszem 57 vagy 70 valahány ilyen helyváltoztatás jelentő igénycsomó. És akkor kiderült, elküldtem a Czakó Gábornak, az írónak, mert mindig az nyelvű levelezünk, és akkor ő kell gyűjteni, és kiderült az Eperjes Károlyára. A színész mondta, hogy ő főiskolán tanulta, hogy a helyváltoztatás jelentő igékben az olasz a leggazdagabb Európában, mert abban 38 darab ilyen ige van. És erre hát a gyimótika azt hiszem 75-öt sorol fel. Már az is kétszer. De csodálatos gyűjtemény. Igen ám, de tehát az olasz a leggazdagabb a 38 helyváltoztatási igéjével. És erre Czakó Gábor neki esett, pár már segítettünk is neki, mindegy. Ő, hogy a hány magyar helyváltoztatás jelentő ige van, hát ő 1131-nél elújta. Valaki folytatta, most 1300-nál tart a gyűjtés, de a már világos, hogy nem lehet befejezni. Nem lehet befejezni. Például jön a fiam haza az iskolából, most 12 éves, azt mondja, voltak ilyen cserkész táboron, mocsaras területen, azt mondja, a Józsi áttarzanozott a mocsáron, tócsán. Tény. Hát akkor most mit csinál? Bármiből bármi lehet. Hogy jutott át a mocsáron? Na most tessék elképzelni, hogy mi legalább 1300 helyváltoztatás igényt tudunk, de az mindegyik elmondja, hogy hogy mozog, lopat, ódalog. Csörtet, azt le lehet játszani. Mi a képet elmondjuk, hogy ez hogy tett, mit csinál az az ember. Na most igen, tehát hogy most 1300 van, hogy fordítsuk le az olaszra, hogy csak 38 van. Te a csörtetet hogy fogod? Ez a gondolat és kifejezés gazdagságot mi csak egyedül tudjuk átélni, semmilyen más nyelven nem adható. Nem lehet elmagyarázni. Mert csak magyarul. Mert csak magyar házuk. Hát igen. Magyar, és minden szófajban ez egy, van. Hogy mondják a képtelen ellentmondás. Gyere ide István! Ő az oldalunk szakácsa. Most még... Jó, de nekem menni kell. Varga Csavával. Tehát, hogy nem lehet lefordítani azt a mélységet, ami a mi mondatainkban van. Fordítva, igen, emlékeznek a Varga Csaba. Varga Csaba, Munedics István. Ugye az amerikai átszervezett szar tévé gyerekekre készült tévésorozatok, hát az ez egy szellemi halál, de hogyha a szöveg le van fordítva magyarra, főleg a románi, egyszerűen sokkal mélyebb lesz. Lesz valami értelem benne, míg angol nyelven nincs benne értelem. Mert mi belemagyarázzuk. Nem, hanem egyszerűen mi nem tudunk másképp gondolkodni, tehát átteszünk, akkor azonnal valami mélység belekerül. Karinti Frigyes vette észre, mert sokat fordított németről magyarra, egy egyszerű kis paraszt versike, két strófából, két-négy csoros strófa, egy kis semmiség, hogy kegyelet takasztott, és készül, és kisütött. Ő ugyanazt lefordította magyarra, azt mondja, teljesen megdöbbent, hogy egy nagyon mély értelmű vers lett belőle. Be is mutatja neki, meg is van. Tehát egyszerűen az a magyar nyelvre került, hogy sokkal mélyebb. A Shakespeare, az nem ér ám föl Arra János által folytott Shakespeare-re. Igen. Igen. Tehát, hogy mi elkönte nem tudunk másképp gondolkodni. Amit kifejezünk, amögött mélység van. No, ezt mondjuk a szlovákok nem szeretik. És a legjobb a szlovákok, jó például, hogy a rosszabb mindig szeretik, hogy igyekszik kiszorítani a jobbat. Hát már meg se szabad engedik, hogy magyarul beszéljük. Igen. Szlovák területen. Hát már ekkora a szótáruk, amilyenki. Ekkora,
10 kilója zöviké, 15 deka. Orwellnek a 1984-ben csinálják az új beszél nyelvet. Minél egyszerűbb, szóval minél kevesebb szóval. És ez a kisebb rendőrségi érzésük miatt eszerűen sem buták. Hát beszélgetés. Hagyják benne, igen. Ők jobban járnak. Így aztán elkövetkező 800 évben nem várhatunk. Szlovák virodalom, világirodalom, remek. Hát nincs szó. De ezért röhögünk, de hát tessék megnézni a szótát. Síralmas, de így van. De már készül Pozsony egy szép terére a legnagyobb szlovák zeneszerző szobra, Liszt Ferenc. Liszt Ferenc, igen. Tőzsdögre a szlovák volt, mindenki tudja. Na, de ez mindenhol. Mindenhol. Igen. Nem, egyébként ez ilyen fordításokra visszatérve, nekem az a véleményem, hogy talán a magyar fordítások, a magyar szinkronok filmekben bárhol talán azért annyira sikeresek a magyar emberek számára, mert nekünk egy kifejezésre rengeteg szavunk van. Hát ebben ezt mondom, nem volt szó, mindegyik szó más értelmet az egy kicsikét annak a bizonyos mondatnak. Mert képekben veszünk. Így van, és tud hozzáadni egy kis humort, egy kis savanyúságot, egy kis keserűséget, egy kis szomorúságot, egy bánatot, drámát, ugyanaz, de attól függ, hogy egy kifejezésre melyik szót használjuk. Igen, és van még egy zseniális lánc közünk, hogy ha az angol mondat szavait felírod egy papír, külön-külön papírra, egy kártyalapra, összekevered, és ahogy véletlenül húzással kijön, az angol nem érti meg. Kötelező előírt szórendben. Nálunk ilyen nincs. Olyan sorrendben mondjuk a mondat szavait, ahogy akarjuk. De akkor sem. Akárhogy, hanem szóval mi a fontossági sorrendben mondjuk el ugyanazokat a szavakat. Tehát mindig, ami nekem legfontosabb, azt mondtam először a mondatból, azt a szót, és aztán végül be se látom, hogy értem, mert be se kell nekem fejezni, mert rendben vagyok. Tudom, miről van. Persze, a németben. Előír sorrendben egy szavak, mondat szavak. És a állítmány a mondat végén van. És a szinkron tanácsokat leblokkolnak. Mert hiába ilyen hosszú a mondat, a tolmács nem tudja elkezdeni, még a német mondat be nem fejeződött, mert azzal az állítmánnyal kezdünk, amivel ők befejeződött. Ráadásul náluk egy szó is lehet másfél méteres, úgyhogy nem annyi, de hát iszonyú. Tehát ez nem megfordított a folyamat. Tehát romlott állapot. És az a szellemi. Jó, hát nagyon szépen köszönjük még.